1930-ban Márton napján nyitotta meg kapuit a szombathelyi egyházmegye Szent Márton kölcsönkönyvtára. Mikes János püspök volt az alapítója. A kölcsönzés lehetősége a háborús években szünetelt, de 1995 óta a könyvtár ismét várja az olvasókat. Akkor a Püspök bazárban kapott helyet, majd 2010 óta a Brenner kollégium alaksorában működik. Igaz, egy héten csak egy napon, keddenként 10 órától este 6-ig. Ez nem a szokásos egyházi könyvtári gyűjtemény, ott általában tudományos könyvek vannak, itt leginkább szépirodalmi, világirodalmi, történelmi jellegű könyvek, úti leírások, művészettel kapcsolatos, művészettel foglalkozó könyvek. Ezt még Mikes püspök azzal a szándékkal hozta létre, hogy az egyházmegye papjai tudjanak kölcsönözni. A Szent Márton emlékév alkalmából a Szent Márton kölcsönkönyvtárba ingyenes a beiratkozás. A beérkezett papi hagyatékokból a könyvtár időről időre antik könyvvásárt is rendez.